Sziasztok, Dolgi vagyok! Itt is lennék egy Minecraft pályával. Valószínűleg egyébként most nagyon-nagyon sokan meglepődtetek, ugyanis a kezdőképből nem feltétlenül lehet kitalálni, hogy ez egy Minecraft pálya lesz. Talán egyébként a jobb alsó sarokból, ahol ugye a készítőt láthatjátok. Egyébként ettől a készítőtől már játszottam ki egy másik hasonló pályát, ott egy galambként kellett ilyen galamb szimulátort játszani. Nem szeretném lelőni a poént, a leírásban meg fogjátok találni, illetve kártyaként ott a jobb felső sarokban a videót, hogyha szeretnétek, nézzétek meg. Szóval én egyébként nagyon-nagyon szeretem ezt a külföldi videóst. És amint megláttam, hogy készült egy új kalandpályája, egyből úgy voltam vele, hogy én ezt ki szeretném próbálni videóban, mert egyébként tényleg zseniális az, amit ő alkot. Minecrafton belül hoz létre más játékokat, úgyhogy szinte észre sem lehet azt venni, hogy a Minecraft ugye az alap motorja ennek az egésznek, szóval tényleg fantasztikus, és igazából ezeket a videókat azért is szeretem nagyon elkészíteni, mert szeretem azt megmutatni azoknak, akik esetleg nem ismerik annyira Minecraftot, és esetleg rossz szemmel néznek a játékra, hogy bizony egyébként ez egy nagyon-nagyon kreatív játék tud lenni, és nagyon-nagyon sok mindent létre lehet benne hozni, szóval nem csak a kreatív mód, egyébként a kreatív mód nem rossz, nem azt mondom, és nem csak a túlélő, illetve a hardcore létezik a Minecrafton belül, hanem tényleg, hogyha az ember jobban beleássa magát ebbe az egészbe, akkor fantasztikus dolgokat tud létrehozni. Dumb Ways to Die-ról szerintem annyit nem kell mesélnem, biztosan ismertek egy ilyen kis animáció, ami megmutatja azt, hogy pontosan milyen hülye szituációkból következhet be haláleset. Egyébként az eredeti animáció a Melbourne-i metrókra hívja fel a figyelmet, hogy ugye ne essen az ember a metró elé, ne kerüljön esetleg olyan helyzetbe, amiben úgy nagyjából senki sem szeretne. Szerintem akkor kezdjük is el a játékot, fogalmam sincs egyébként, hogy hogyan kell irányítani, szóval lehet, hogy az elején fogok bénázni. Na de nézzük is, jobb klikkel tudjuk elkezdeni. Jump to the platform. Rá kell ugrani arra a blokkra. Wow! Jó, oké, sikerült, király! Akkor ezt túléltük. Kíváncsi lesz egyébként, hogy fog sikerülni. Jobb klikkel lehet egyébként ugrani a karakterrel, szóval nem a space-szel, illetve nem is a fölfele gombbal, ugye a W-vel. Dodge the pigeons. Nem szabadott volna hozzájuk érni. Össze kell kötni a zsinórokat. Jó, és ott fölül van egy ilyen időszámláló is. Na, sikerült! Gyorsabban, gyorsabban! Jó, itt valószínűleg a két kéket kell összekötni. Nem lenne jó, hogyha ezt elrontanánk. Ez egészen nehéz egyébként. És most el kell kerülnünk ezeket a kis oszlopokat. Jó. Sikerült. Megint oda kell ugranunk. Szerintem ezt elrontottam. Nem, király. Viszont ez a galambos, ez eléggé nehéz, ilyen Flappy Birdös egyébként. Sikerülni fog? Még gyorsabban? Jó. Reméljük sikerülni fog. Hát ez már nem sikerült. Oké. Azt szerintem ezen túlugrottam. Igen. Jó, ezt elveszítettük. Na mindegy, jó lenne egyszer legalább végigjátszani, úgyhogy próbáljunk meg még egyszer. Meg kell találnunk a treasure-t, azaz a kincset. Ott jön a kincs, ott jön a kincs. Jó. Akkor megint ez a ugrálós. Pont sikerült. Nagyon jó pofa egyébként, tényleg, tehát hogy az, hogy mit ki nem lehet hozni ebből a játékból, hihetetlen. Gyorsan meg kell enni az összes hambut! Hambuc! Jó, sikerült. Örülök neki. Én az egeret nem szabad mozgatni, mert akkor... így elkezd ilyen furán mozogni a képernyő. Együk meg a hambukat! Hambu! Ez most nem sikerült. Olyan hangot adok ki, mintha nem sikerült volna. Na mindegy, menjünk még. Jó. Oké. Össze kell kötni megint a zsinórokat. Kéket kékkel, természetesen. Egyébként tökön még ilyen kis particle effektek is vannak. Jó, még gyorsabban. Most hol vagyunk? Szerintem ezt már most elbuktam. A piroshoz is beköti egyébként? Pont sikerült. És most megint ez az ugrálós. Ez az ugrálós nekem nem megy már ezen a gyors fokozaton. Igazából szerintem, ahogy észreveszem, már egyből nyomni kell. Jó, sikerült. És akkor most még gyorsabban kell hamburgert tenni? Gyerünk, told be! Menni fog! Ne, nem tudtam megenni a hamburgert! Jaj, még megy. Jaj. Jó. Megvan. Megnyertük. Viszont megpróbálom úgy, hogy egyszer se halok meg. Nézzük meg, hát ha sikerül. Fantasztikus egyébként, te, hogy egyszerűen mindig csak erről tudok áradozni ilyenkor, és tényleg elnézést, hogyha ez valakit zavar, de hihetetlen, hogy mit ki nem lehet hozni ebből a játékból. Ott volt jobb oldalt, középen van most, marad középen.
Oké, okay. És akkor jobb klikkel tudtuk felhúzni. Igen. Jó, oké, okay. Azt hittem, hogy ezt el fogjuk kapni. Sikerült. Jó, akkor most egy kicsit gyorsabb. Találjuk meg az aranyat. Megint jobb oldalon van, középen. Most jobb oldalon van. Oké. Okay. Szerencsére ez még annyira nem bonyolult. Nem kevert annyit. Meg nem is volt talán annyira gyors a keverés. Jump to the platform. Lehet egy kicsit ugrok? Nem, pont jót ugrottam, király. Jó, és... Jajjaj. Lassan most már jöhetne az a kincs. Jó, oké. Okay. Megvan mind a három életünk. Most bal oldalt volt. Szerintem a középső volt, igen, jó. Egyébként nyilván nektek például itt egyszerűbb lenne eldönteni, hogy melyik volt pontosan. Meg vágás közben én is észreveszem, de higgyétek el, hogy azért nem egyszerű, hogyha az ember még közben próbálja kommentálni is az eseményeket. Jó! Hú! És ez az utolsó. Ne! Oké. Okay. Sikerült azt a célt, amit kitűztem magam elé megcsinálni. Úgyhogy ez most egy ilyen kis rövid videó volt. Remélem ennek ellenére tetszett nektek. És természetesen a készítőnek a csatornájának a linkjét, illetve a pályának a letöltési linkjét is meg fogjátok találni a leírásban. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek. Remélem tetszett ez a videó. Dolgi voltam. Sziasztok!